A szezon elején 2 pontos vereséget szenvedett Debrecenben a nyíregyházi kosárcsuli, amely azóta valamennyi meccsét megnyert a bajnokságban. A pénteki találkozón extra motivációval léptek pályára a hazaiak, akik egy 8-0-ás kezdéssel rögtön tudatosították ellenfelükkel, hogy csak egy eredményt tudnak elképzelni. Az első negyedet 9, a másodikat 14 ponttal nyerte az NKS, amivel gyakorlatilag el is döntötték a mérkőzést Farkasinszky Gyuláné tanítványai. A harmadik és negyedik negyed 3, illetve 2 ponttal a vendégeké lett, de a hazai győzelem egy másodpercig sem forgott veszélyben. A csapat erejét mutatja, hogy azért betegségből jöttünk ki, sérülésekből próbálunk kilábalni, tehát nem egyszerű, itt az utóbbi 2-3 hetünk azért arról szólt, hogy a sérülteket ápolgassuk, a betegeket próbáljuk meg meggyógyítani. Én úgy gondolom, hogy most a kispadról beszálló kadettjeink jól szálltak be a mérkőzésbe, pontokat tudtak dobni, sok esetben a védekezésben is ott voltak. Az egy más dolog, hogy ezt a kemény, agresszív védekezést, ezt a testestelen játékot nem minden esetben tudták még megoldani, de hozzáteszem, hogy még mi se sok esetben. El vagyunk talán kényelmesedve, hogy sajnos ugye ott a palánk alatt is kaptunk olyan fautokat, hogy alapvetően faut volt, de engedték a játékvezetők ezen a mai napon ezt, és ez, ha jobban kellett ma alkalmazkodni, fogjuk gyakorolni, hogy ilyen szituációs okozom nekünk gondot és problémát. Én úgy gondolom, hogy a lányok maximálisan megérdemlik a dicséretet. A mezőny legeredményesebb játékosa a 27 pontot szerző Papp Klaudia volt. Az irányító szerint győzelmük értékét növeli, hogy olyan ellenféllel szemben érték el, amely Vida Anna személyében egy volt válogatott játékos is pályára küldött. Erősödött valóban a játékuk, sokkal nagyobb ritmust vettek fel. Igazából szerintem nagyon jól éreztük magunkat a mérkőzésen, koncentráltan játszottunk, és ez meg is látszott az eredményen. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 11 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 9-2-es mutatóval álló Vasas Akadémiát. Az NKS a hétvégén a sereghajtó szolnok otthonában lép pályára.